Ezek voltak Horváth Tamás és a TB2 szakításának az előzményei. A Dancing with the Stars című táncos műsorból való furcsa távozása úgy fest, betett a kereskedelmi adó és az énekes munka kapcsolatának. A Bors megtudta, idén ősszel a TB2 már nem számol Tamással. A tavalyi év egyik legnagyobb TB-s botránya Horváth Tamás nevéhez fűződik, aki a Dancing with the Stars versenyzőjeként szerepelt a TB2 kimagasló nézettséget hozó táncos műsorában, majd a 7. adáson már nem vett részt. Pedig Tamás a döntőig is eljuthatott volna Sípos Viktória a profi táncos oldalán, mégsem a zsűri és a közönség pontjai miatt estek ki, hanem egy baleset miatt, amit akkor Tamás meglehetősen sután kommunikált, aminek következménye lehet, hogy a csatorna kitette őt a zsűriből. Mint arról a Bors elsőként beszámolt, Horváth Tamás nem jelent meg a táncos műsor 7. adásában, a távolmaradását pedig egy Facebook posztban madarázta, szerdán táncpróba közben elesett és fejsérülést szenvedett. Az énekes egy szelfit is lőtt a mentőből, talán bizonyítékul. A távolmaradása megdöbbentette a táncpartnerét és az egész stábot, hiszen mindenki azt hitte, hogy az énekes 2 nap alatt összeszedi magát a versenyre, tekintettel arra, hogy 4 hónapnyi megfeszített munkát fektettek a műsorba. A stábnak és a nézőknek azonban csalódniuk kellett. Horváth Tamás távolmaradása kapcsán több pletyka is szárnyra kapott, lapinformációk szerint a felesége és egyben menedzsere Andra a féltékenysége állhat a háttérben. A hírek szerint többször is hallották, hogy a híresség tánc partnere, Sípos Viki és a felesége csúnyán összeveszik. Ezeket a vádakat az énekes többször is cáfolta. A Dancing with the Stars szerkesztői Tamás távolmaradása következményeként úgy döntöttek, hogy az énekest kizárják a műsorból. Tamás 1000 szállal kötődött eddig a TV2-höz. Ő volt a 2017-es Starban Star győztese, 2018-ban Balázs Andrea színésznő oldalán ők nyerték meg a Nagy Duett című műsort, 2019-ben pedig zsűritagnak hívták a Starban Star leszek című grandiózus show műsorba Berecki Zoltán, Tóth Gabi és Pápai Jaci mellé. Lapunk információi szerint idén is lesz Starban Star leszek, már lázasan dolgoznak a műsorkészítők a 2. évadon, amit ősszel tűz képernyőre a TB2. A hírek szerint a hamarosan kezdődő válogatókon már megújult zsűri várja a jelentkezőket, arról azonban még nem tudni, hogy melyik ítész megy, melyik marad. Illetve egy név most már biztosnak látszik, Horváth Tamás nem lesz ott a megújult zsűriben, az ő szereplésére nem tart igényt a kereskedelmi tévé. Megkerestük a témában a TB2 sajtóosztályát, ahol megerősítették az információnkat. Egyértelmű volt számunkra, hogy a Starban Star leszek következő évadában nem dolgozunk együtt Horváth Tomival. Így hamarosan kezdődő válogatókon már megújult zsűri várja a jelentkezőket. Nyilatkozta lapunknak a TV2 sajtóosztálya. Nektek mi a véleményetek erről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le legfrissebb hírekről.